Fiúvalék még, iskolás fiú, 15 éves. És az iskolázás rám nézve nyűg volt, nagy nehéz nyűg, amely rajtam napestig szomorún csörömpölt, s még álmaimból is föl-föl riasztott. Lerázni vágytam a nyűgöt magamról, lerázni vágytam minden áron azt. Már akkor úgy szerettelek, olyan világföldgyújtó szenvedéllyel, ahogy most szeretlek, drága szent szabadság. Gondolkodám a mód felől, miként szakíthatnám le rólam a bilincset. Színészek jöttek, s elhatározám, közéjük állni, és elmenni vélök. El, ha bár a földhöz ragadt nyomor mindkét kezével átölelne is, ha bár apámnak átkas, anyámnak könnyűi lesznek útitársaim, csak hogy szabad, hogy független legyek. És elmentem volna. Ám de megtudá-e lázadó szándékomat tanítóm, s az indulásnak napján elfogott, s rám csuká szobámnak ajtaját, s rab voltam, míg a színész társaság határainkon túl messze járt. Nem az fájt már, hogy nem leszek színész, hanem hogy maradni kényszerítenek. A kényszerítés égett lelkemen, mint a görög tűz, oldhatatlanul. Itt tettem első esküvésemet. Nagy és szent esküt mondék börtönömben, hogy életemnek egy fő célja lesz, s ez a zsarnokság ellen küzdeni. És ez eskü ma is olyan szent előttem, mint volt az első pillanatban. És verjen meg engem a hatalmas Isten. Verjen meg még a más világon is.